Kedves nézőink, a Molnár Gábor iskola is megtartotta szalagavató ünnepségét pénteken, a következőkben erről láthatnak egy összeállítást. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, kedves szülők, vendégeink, köszöntöm kollégáimat és az alsóbb évfolyamos diákokat. Kedves végzős diákok, kedves osztályfőnökök! Mindenkit ünneplővel látok. Igen, mert ünnepelünk. Titeket köszöntünk, kedves végzősök! Ma a Molnár Gábor Általános Iskola és Egymi speciális szakiskolájának diákjait ünnepeljük azzal, hogy az osztályfőnökök feltűzik a szalagot. Az idei tanévben rendhagyó módon 3 osztály végzős tanulóinak. A régi tanterv szerint tanuló 12. osztályosoknak, az új tanterv szerint tanuló 10. osztályosoknak és a készségfejlesztő speciális szakiskola 12. osztályos tanulóinak. A szalag jelenti a középiskolában eltöltött éveket, az összetartozás, a közösen elvégzett munkát, a sok-sok tanulás, a megszerzett tudást, elsajátított ismeretet és meg annyi kitörölhetetlen emléket. A legfontosabb eseményeket, amire valamennyien emlékezni fogtok. A tanulmányi és a sportversenyeket, a vetélkedőket, az azokra való felkészülés izgalmait, a meg annyi kirándulás. A tudást, a tanulást is ünnepeljük ma, ez fog titeket mindig segíteni a következő években. A szalag azt is jelenti, hogy egy közösséghez tartoztok, ahol megismertétek önmagatokat, társaitokat, itt formálódott egyéniségetek, ér bennetek kudarc, de még több siker, barátságok, szerelmek születtek, és ez a közösség mindig biztonságot is adott nektek, mint egy jó család. Az igazi családotoknak is jár köszönet ezért, hogy felneveltek titeket. Ezt ne felejtsétek el majd megköszönni. A szalagot az utolsó iskolában töltött fél év alatt viseljétek büszkén, és megérdemeltem. Készüljetek az utolsó nagy megmérettetésre, a szakmai vizsgára. A felkészülésben tanáraitok segítségetekre lesznek majd. Aki még közületek továbbra is tanuláson gondolkodik, annak jusson eszébe, hogy speciális szakiskolán örömmel vár vissza titeket részszakképesítés megszerzésére, valamint a készségfejlesztő speciális szakiskola is várja vissza végzőseit. Kedves végzős diákok! A vizsgákra készülve az előttetek álló hónapok alatt adjon erőt nektek Molnár Gábor vakon író és alkotó vadász, iskolánk névadójának gondolata. Nagy erőt jelent az önmagamba vetett hit. Végezetül azt kívánom, hogy mindig tudjátok megkülönböztetni a jót a rossztól, a helyest a helytelentől, az ehhez szükséges ismereteket, képességeket megkaptátok tanáraitoktól és szüleitektől. Köszönöm.